Nyíregyháza városvezetése is részt vett az első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivál megnyitóján, a nyíregyházi ortodox zsinagóga udvarán, mellyel a továbbiakban igyekeznek hagyományt teremteni. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a kultúrák megismerése erősíti identitásunkat és hitünket, és segít abban, hogy megismerjük és megértsük egymást. Az, hogy itt Nyíregyházán, hiszen a nyíregyházi zsidóság is meghatározó volt a II. Világháború végéig a polgárosodásban, nagyon jó kapcsolat volt a város polgárai között, a politika mérgezte ezt meg tulajdonképpen, és most újra kell ezt építeni, hiszen nagyon fontos, hogy közösség építő, erősítő hatása is legyen ennek a gasztronómiai fesztiválnak, és valójában az a beszélgetés az arra irányul, hogy jobban megismerjük a másikat, és ha jobban megismertük, akkor jobban megérthetjük a másik embert, és hogyha megértettük az ő kultúráját, gasztronómiáját, és mi is elmondjuk, hogy milyen a miénk, akkor gyakorlatilag egy közös alapról tervezhetjük a jövőt. A programok természetesen nem csak a zsidó étkekről szóltak. A délelőtt folyamán sor került Nógrádi Gergely, Brunár Mortinfen alkonya című könyvének beszélgetéssel egybekötött bemutatójára. Kicsit később pedig zsidó zenei kavalkát szórakoztatta a kilátogatókat. Ahogy nálunk mondják, Hayasham Nizgadol, nagy csoda volt ott, ez is egy nagy csoda, hogy ez létrejöhetett. Nagyon régóta tervezte a hitközség, én úgy tudom a hírekből, és most sikerült a várost is megnyerni, az zsidó ernyőszervezeteket is megnyerni, tehát megérkezett rá a pénz. Ez ugye nagyon fontos ma, az akarat, a pénz, a támogatás, mind szellemi értelemben is, ugye ez nem véletlen, hogy azért rabik mögé állnak, kántorok, itt van kántor, koncertet csinálnak, tehát itt azért van egy szellemi közösség is. Ez mindig nagyon fontos. Egy gasztrofesztivál nem pusztán az étkezésről szól, hanem egy picit bevezet bennünket egy kisebbségnek a kultúrájába, gondolkodásmódjára, életvezetésébe, a zsidóságnak a élet szemléletébe és hagyományaiba. Ugye ez a hasunkon kell, ahogy a Brecht mondja, hogy először jön a has, vagy első a has, aztán jön a szellem, tulajdonképpen a hason keresztül, az étkezésen keresztül, a finom zsidó étkeken keresztül egy nagy, titkos, misztikus világ tárul ki a részvevők számára. Ricu Zoltán történész múzeológus avatta be a látogatókat az ortodox zsinagóga múltjába és jelenébe. A színpadi programok alatt hagyományosan elkészített zsidó ételeket felvonultatva ételkóstolót tartottak, a legkisebbeket pedig a témához kapcsolódó kézműves alkotóműhely várta. A fesztivált a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatásával rendezték meg.